Újabb 30 bevándorlót vett a fedélzetére egy migránshajó Líbia partjainál, Ciprus közelében pedig 120 migráns emeltek ki a vízből. Erős földrengés volt Laosz és Tájföld határtérségében. A földmozgást Bangkokban is érezték, ahol Ferenc pápa tartózkodik. Felpörgött a jónak lenni jó, több mint 5 milliónál tartanak a felajánlások. Világhírű sztárok is segítenek. Ez a híradó délben az M1-en és a Dunán. Rapp Ferenc vagyok, köszöntöm nézőinket. Újabb migránsokat vett a fedélzetére az Ocean Viking nevű NGO hajó, még nem tudni, hol szállhatnak partra, de várhatóan Olaszország fogadja be őket. Róma ugyanis tegnap bejelentette, hogy csökkentik a migránsokkal érkező hajókra kivetett szankciókat, valamint eltörlik a humanitárius menedékkérelmi rendszer szigorítását. Görögország ugyanakkor bezárta több migráns táborát és szigorította a bevándorlás politikáján. A földközi tengeren cirkáló SOS Mediterráni nevű civil szervezet Ocean Viking hajója szerda hajnalban észlelte a csónakokat a líbiai partok közelében. 4 vagy 5 mérföldre lehetünk az utoljára jelentett pozícióktól. A mentőcsónakok elindulnak, mi pedig menjünk ki, hogy előkészítsük az érkezésüket, mondta a művelet egyik koordinátora. Kisvártatva meg is érkeztek a migránsokkal teli csónakok. Egyesek térdre borulva hálálták meg Allahnak a segítséget. Velük együtt már 125-re emelkedett a hajón tartózkodó illegális bevándorlók száma. Tudnotok kell, hogy biztonságban vagytok, és nem viszünk vissza titeket Líbiába, mondta az egyik alkalmazott. Bejelentését tapsvihar fogadta. Bár még nem tudni, hol köt ki a hajó, várhatóan Olaszországot veszi célba, ahol szerdán jelentették be a Salvini-féle migrációs törvények enyhítését. Várható volt, hogy az új olasz kormány, az Öt Csillag Mozgalom és koalíciós társa, a baloldali demokrata párt enyhíteni fog a korábbi belügyminiszter intézkedésein. Matteo Salvini tavaly decemberben vezette be a migrációs megszorításokat, amelyeket idén nyáron tovább szigorított. A többi között lezárták az olaszországi kikötőket a migránsokat szállító hajók előtt, megtiltva azok belépését, valamint áthaladását az olasz felségvizeken. A tiltást megszegő hajókra akár 1 millió euróig terjedő bírságot írtak elő, továbbá a jármű lefoglalását. Ezen módosít a mostani kormány. Csökkentik a pénzbírságot, a hajókat pedig csak abban az esetben foglalnák le, ha azok többször is megsértették az olasz hatóságok előírásait. Görögország közben szigorít migráns politikáján. 3 menekülttábort is bezár a szigeteken, és helyettük úgynevezett indulási és azonosítási központokat hoz létre. Ezekben azok tartózkodhatnak majd, akik már biztosan nem kapnak menedékkérelmet, és várhatják a hazaszállításukat. Akik viszont megkapják, azokat a görög szárazföldre szállítják. A tábor zárt lesz, a migránsok azt nem hagyhatják el. A kormánynak az a célja, hogy egyszerűbben tudja ellenőrizni az illegális bevándorlók mozgását, és megakadályozza, hogy a migránsok észrevétlenül átjussanak az országon. A Lesbos, Hios, Samos, Léros és Kós szigetén működő táborokban a tervezett 6200 helyett jelenleg 36000 migráns él. Számuk pedig gyarapodik, csak az idén 60000 illegális bevándorló érkezett Görögországba. És már Ciprus is jelezte, hogy erősödött a migráns áradat. A parti őrség csütörtökön 120 Törökország felől érkező szíriai menedékkérőt vett a fedélzetére. A menekültek elmondása szerint fejenként 3620 eurót, csaknem 1,2 millió forintot fizettek az embercsempészeknek az útért. Ismét illegális bevándorlókat találtak egy Nagy-Britanniába tartó hűtőkonténerben. Ezúttal nem történt tragédia, nem sokkal azután fedezték fel őket, hogy a hajó elindult a hollandiai kikötőből, így mind a 26-an túlélték. Október végén 39-en haltak meg egy hűtőkonténerben, azóta került újra a figyelem középpontjába az embercsempészeknek ez a módszere. Kiderült, hogy a közösségi médiában is hirdetnek ilyen illegális utakat a csempészbandák, és állítólag nem mindig tiltják le a Facebook cenzorai. Mentő és rendőrautóktól hemzsegett kedd este a holland Vlaardingeni kikötő. Ide tért vissza nem sokkal indulása után az a dán teherhajó, amelyiknek a rakterében 26 Nagy-Britanniába tartó bevándorlót találtak. Az illegális migránsokat a legénység vette észre, egy hűtőkonténerben rejtőztek el. Ketten közülük annyira kihűltek, hogy kórházi ellátásra szorultak, a többieket orvosi ellenőrzésnek vetették alá. Úgy tudni, senki sem halt meg.
Nem volt ilyen szerencsés az a 39 vietnámi illegális bevándorló, akiket holtan találtak októberben az angliai Essexben, egy bolgár rendszámú hűtőkamion rakterében. A hűtőkonténert a belgiumi Zeebrugge kikötőjéből szállították komppal az Egyesült Királyságba. Az illegális bevándorlóknak évről évre egyre komolyabb akadályokat kell leküzdeniük, hogy bejussanak Nagy-Britanniába, ahova Németország után a legtöbb migráns vágyik. A brit The Telegraph napilap cikke szerint ez sokaknak sikerül, és ezt az örömöt megosztják másokkal is. Főleg a fiatalok merészen, különböző közösségi oldalakon videón örökítik meg, hogyan jutottak be a Szigetországba, és arra ösztönöznek másokat is, hogy kövessék példájukat. Leginkább az Essexi tragédia áldozataihoz hasonló módszert, a hűtőkonténerek használatát ajánlják. Azt mondják, a határőrök ott nehezebben szúrják ki őket a hőérzékelő készülékeikkel. Azt is hirdetik, hogy ez a legkényelmesebb és leggyorsabb út, csupán 40 perc alatt át lehet jutni Angliába. Az egyik viccelődve megjegyzi, kár, hogy a konténerben nincs csatlakozó, hogy feltölthesse a mobilját. De nem csak a migránsok, hanem az embercsempészek is közzétesznek ilyen tartalmakat, egyfajta hirdetésként a közösségi oldalakon. A videókat elsősorban albánok készítik, akik egyébként is a legnagyobb emberkereskedelmi hálózatot építették ki Európában. Utánuk következnek a vietnámi, kínai, nigériai, román, szudáni, eritreai és indiai bűnbandák. Ezek az embercsempész hálózatok évi 6 milliárd font nyereséget termelnek, ami 2330 ezer milliárd forintnak megfelelő összeg. Még pontosabban a magyar költségvetés mintegy tizedét teszi ki. A migránsok gyakran több mint 10 ezer fontot, csak nem 4 millió forintot fizetnek az embercsempészeknek, csak hogy azok eljuttassák őket az Egyesült Királyságba. A brit és az uniós hatóságok arculütésként fogják fel ezeket a provokatív módszereket, és beismerik, hogy az ilyenfajta bűnök megelőzéséhez nincsenek megfelelő eszközeik. Mindazonáltal felszólítják a közösségi média szolgáltatókat, hogy legyenek szigorúbbak az ilyen videók esetében, azonnal töröljék vagy korlátozzák a bűnözők és bűnhálózatok hirdetéseit, kommunikációs lehetőségeit. A YouTube közösségi oldal a migránsok által készített videókat nem tekinti a közösségi irányelvek megsértésének. Úgy fogalmaznak, a videók nem sértőek, kivéve ha veszélyes vagy törvénybe ütköző magatartásra ösztönöznek vagy utasítanak. Közben tovább fokozódik a helyzet Magyarország déli határánál. A rendőrök és a katonák csak tegnap 121 jogellenesen tartózkodó külföldit tartóztattak fel és állítottak elő. A határhoz közeli délvidéki településeken többen esténként ki sem mernek menni az utcára, annyi illegális bevándorló jelent meg. Magyar Kanizsán összeült a válságstáb. A 2015-ös helyzethez hasonlítják a mostanit. Szíria, Türkiye, Yunanistan, Makedónia, Szorbia, now. Hungária, Götte. Szíriából indult és Magyarországon keresztül szeretne Nyugat-Európába jutni. Erről beszélt szerdán az M1-nek egy migráns magyar Kanizsán. Hollandia, Belgium, mindegy csak Európa legyen. Így nyilatkozott ez a másik migráns, aki elmondta azt is, hosszú utat tett meg, mire a magyar határ közelébe ért, ezért biztosan nem fordul vissza. Magyar Kanizsán jelenleg nem nehéz olyanokba botlani, akik új hazát keresnek maguknak. A buszállomás környékén és a város több pontján is gyülekeznek bevándorlók. A helyiek aggódva figyelik a helyzetet. Félünk attól, hogy megint a régi idők térnek vissza, és itt ezen az útvonalon szinte már menni sem mertünk nagyon, mert annyira tele volt itt. A fiatal lányok is tartanak tőlük, a migránsok ugyanis gyakran a menetrend szerinti buszokra is felszállnak, amellyel a diákok iskolába járnak. Az utóbbi két napban jöttek fel, de viszont nem tudtak utazni azért, mert nem volt nekik pénzük, de sok helyt így lehet látni őket az utcán, mint például ott, meg ott van nekik szállásuk, ott a sátrakban alszanak. A környéken pár hét alatt nőtt meg drasztikusan a bevándorlók száma. Naponta jelenleg is több tucatnyian érkeznek, csak úgy, mint Horgosra és Martonosra is, ahol sokan a Tisza holtágán próbálnak meg átjutni az Európai Unióba. A migránsok ezt nem is titkolják. Ez a csoport éppen egy újonnan vásárolt gumicsónakot bont ki a város központjában.
Az egyre romló helyzet miatt szerdán Magyarkanizsán újra összeült a válságstáb. A helyi vezetés arról döntött, elővigyázatosságból az éles és szúrós eszközöket leszedik a boltok polcairól, ezzel is nyugtatva a lakosságot. A másik intézkedésnek is hasonló a célja. Egy okostelefonról elérhető online csoportot hoztak létre, amelyhez bárki csatlakozhat a környékről. A helyiek így a bevándorlókkal kapcsolatos információikat oszthatják meg egymással. Amióta a vajdasági településeken megnőtt a migránsok száma, a magyar-szerb határszakaszon is egyre több a határsértés. Ezt mutatják a rendőrség adatai is. Október közepe óta ugyanis már megháromszorozódott a próbálkozók száma. Csak a kedről szerdára virradó éjszaka 86 migránst állítottak meg a hatóságok. A legnagyobb egy 40 fős csoport volt, akik Bács-Kiskó megyénél próbáltak jogellenesen bejutni Magyarországra. De szerdán napközben sem volt megállás, délelőtt Röszkénél egy 12 fős csoportot tartóztattak fel a rendőrök. Nem sokkal később Hercegszántónál 16 migránst fogtak el, majd két kamion rakterében is rejtőző határsértőkre bukkantak. Délután pedig ismét egy 14 fős csoportot állítottak meg a rendőrök Csongrád megyében. Újabb gazdaságvédelmi akcióterv bevezetését tervezi a kormány, jelentette be a Kormányinfón a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely azt mondta, a magyar gazdaság növekedése idén 5% körül lesz, ami az egyik legjobb az Unióban. Ugyanakkor hozzátette, a magyar külkereskedelem helyzete miatt a Nyugat-Európában tapasztalható negatív gazdasági folyamatok kihatnak Magyarországra is. A kormány célja, hogy ezt a hatást minimalizálja. Ennek érdekében szeretnénk egy második gazdaságvédelmi akciótervet is a következő év legelején elfogadni. Ez szükséges ahhoz, hogy a magyar gazdaságot attól a recessziótól, vagy recesszió közeli helyzettől megóvjuk, amiben ma Európa nagy gazdaságai vannak. A magyar gazdaságon belül a járműipar súlya jelentős, GDP arányosan 4,5-5%, és ez növekedni fog. Erről beszélt az innovációs és technológiai miniszter egy autóipari fórumon. Palkovics László hozzátette, a magyar járműipar egy high-tech iparág, és sok cég döntött úgy, hogy Magyarországra hozza a kutatásfejlesztését is. A magyar gyárak, a magyar gyártóművek flexibilisek abban az értelemben, hogy képesek belsőkésű motoros autót is, meg elektromos autót is gyártani. Tehát minden feltétel megvan arra, hogy az az új világ, ami az autóipart jellemzi, üzemanyagcella, a akkumulátorban tárolt energiával történő hajtás, és ne zárjuk ki továbbra se egyébként a belsőkésű motort, mindezt tudjuk gyártani, és időközben tudjuk fejleszteni is. A korábban vártnál gyorsabb lesz Magyarország idei és jövő évi gazdasági növekedése, az OECD legfrissebb előrejelzése szerint. A párizsi székhelyű szervezet még májusban 2019-re 3,9%-os, jövőre pedig 3%-os gazdasági növekedést jósolt. Most úgy számolnak, ha a bérnyomás miatti infláció növekedése mellett idén 4,8%-kal, jövőre pedig 3,3%-kal nő a magyar hazai össztermék. Magyarországon az elmúlt években egyre több új biztosítási szerződést kötöttek, a biztosítók díjbevételei pedig stabilan nőttek. Erről beszélt a pénzügyminiszter egy biztosítási konferencián. Varga Mihály kiemelte, 2018-ban a biztosítási szektor díjbevétele meghaladta az 1000 milliárd forintot, 2019 első felében pedig a díjbevételek mintegy 10%-kal nőttek az előző év hasonló időszakához képest. Hozzátette, a biztosítási szektor jövedelmezősége is folyamatosan javul. 2019 első fél évében a biztosító társaságok összesen mintegy 40 milliárd forint adózott eredményt értek el. A gazdaság erősödésével párhuzamosan azért a biztosítóknak is van tere a biztosító társaságok további erősödésének, és azt kell mondanom, hogy a lakosság körében az életbiztosítások, az egészségbiztosítás, a vagyonbiztosítás területén még egyáltalán nem értük el az uniós átlagot. Tehát ennek a szektornak még van fejlődési lehetősége. A külhoni magyarság helyzete jobb most, mint 5 évvel ezelőtt, de tény az is, hogy számos megoldásra váró kérdés van még. Ezt Menczer Tamás államtitkár mondta a Magyar Diplomácia napi alkalmából rendezett konferencián. Arról is beszélt, hogy a közelmúlt is megmutatta, nem evidens az, hogy egy magyar politikus a magyar érdeket képviseli. Hangsúlyozta, hazánknak fontos, hogy a világpolitikai szereplőkkel kiegyensúlyozott jó kapcsolatot ápoljon.
Nekünk az fontos, hogy mi a külhoni magyarokra és egyébként a Magyarországon élő nemzeti közösségekre is úgy tekintünk, mint amely közösségek két országot összekötnek, és nem pedig úgy, mint amelyek két országot egymástól elválasztanak. És mindent megteszünk, hogy a szomszédos országok is így tekintsenek a külhoni magyarokra, mert ez alapvető fontosságú, ez a hozzáállás. Tordai Bencének a parlamenti főtevékenysége a provokáció. Ezt írta a közösségi oldalára a Fidesz frakció vezetője a házszabályszigorításáról szóló vita után. Kocsis Máté szerint a Párbeszéd országgyűlési képviselője sértő, gyalázkodó félmondatokkal és fenyegető megjegyzésekkel vegzálja a kormánypárti képviselőket. Kocsis Máté egy videót is csatolt a posztjához. Tordai Bence szerint Kocsis Máté valótlan állításokat fogalmazott meg vele kapcsolatban, ezért bepereli. A fideszes politikus erre úgy reagált, Tordai Bence egy gyáva ember, és ahelyett, hogy vállalná tetteit, most tagad és perrel fenyegetőzik. Az úgynevezett Tordai Bence parlamenti főtevékenysége a folyamatos provokáció. Az ülésteremben, a liftben, a folyosón, mindenhol. Sértő, gyalázkodó félmondatokkal, fenyegető megjegyzésekkel vegzálja nap mint nap a kormánypárti képviselőket. Ezt írta ki csütörtökön közösségi oldalára Kocsis Máté. A Fidesz frakció vezetője közzétett egy videót is a november 4-i ülésről. Ezen Kocsis Máté szerint az látszik, hogy miközben Tordai Bence elsétál a kormánypárti padsorok mellett, fenyegető megjegyzést tesz. Hogy mit mondhatott Tordai Bence, arra a fideszes politikus három válasz lehetőséget adott meg. A párbeszédes politikus megjegyzéseiről Kocsis Máté már szerdán is beszélt. Amikor például Tordai Bence elsétál a miniszterelnök mellett, és a felvételen csak ennyi látszik, akkor a kulisszák mögé annyi betekintést azért engedek, hogy ilyenkor ez sosem szótlanul zajlik. Tehát Tordai Bence a lógni fogtok, meg fogtok dögleni, félszte patkány, és hasonló kifejezéseket szokott az arra sétáló, vagy éppen ott ülő képviselőtársainak mondani, ideértve egyébként a miniszterelnököt is. A Párbeszéd országgyűlési képviselője Facebook bejegyzésében reagált erre. Szerinte Kocsis Máté súlyos és valótlan állításokat fogalmazott meg vele kapcsolatban, ezért rágalmazásért beperli. A Fidesz frakció vezetője közösségi oldalán most úgy fogalmazott, Tordai Bence egy gyáva ember, és ahelyett, hogy vállalná a tetteit, most tagad és perrel fenyegetőzik. Legfőbb népképviseleti szerv a parlament, mint törvényhozó szerv működése, az nem kívánságműsor, hanem alkotmányos kötelezettség. A házszabály szigorításáról szóló vita szerdán kezdődött a parlamentben. Tordai Bence ekkor is folyamatosan bekiabált Kocsis Máté felszólalása közben. Tordai képviselő úr, ha már megszólított, önnel is olyan egy parlamenti vita, mint egy galambbal sakkozni, aki lever mindent a tábláról, és azt hiszi, hogy nyert a végén. És Kocsis Máté, aki egyik előterjesztője az indítványoknak, azt mondta, a trágárságnak, az ocsmányságnak és a rendzavarásnak nincs helye a parlamentben. Hozzátette, világossá vált az is a vitában, hogy az ellenzék ragaszkodik az erőszak jogához, és meg akarják úszni a büntetéseket, de az országgyűlés tekintélyét minden eszközzel őrizni kell. A Jobbik frakció vezetője összetévesztette a gyermekek világnapját a gyermeknappal, így reagált a miniszterelnökséget vezető miniszter a Jobbik frakció vezetőjének tegnapi parlamenti akciójára. A jobbikos Jakab Péter felszólalása közben ugyanis több sértő megjegyzést tett, majd a miniszterelnök székéhez ment és beült Orbán Viktor helyére. A levezető elnök felszólítása ellenére sem volt hajlandó visszaülni a saját helyére. Gulyás Gergely szerint a parlamenti humor évszázadok óta létezik, de eddig sokkal színvonalasabb volt. Úgy tűnik, hogy az ellenzék egy részének parlamenti gyermeknapokat is tartanunk kell majd, amikor ők külön bemehetnek, bárhova beülhetnek, bármelyik székbe, amire vágynak. Az, hogy egyébként ebből ki milyen következtést von le az illető politikai komolyságára az adott párt vagy pártok, mondjuk kormányzásra vonatkozó alkalmasságára irányadóan, ezt mindenki saját maga eldöntheti. Tűrhetetlen és megengedhetetlen, hogy bárki Magyarország és a magyarság ellen uszítson, ezt mondta az M1-en a Mi Hazánk elnöke annak kapcsán, hogy a párt büntető feljelentést tesz az Index ellen közösség elleni úszítás miatt.
Torockai László úgy fogalmazott, szerintük a Hírportál a Puskás Aréna megnyitóját követően magyar gyűlöletre úszító videót, véleménycikket és karikatúrát közölt. A videóban például a Magyarországra betörő illegális migránsokhoz hasonlította a határon túli magyarokat. Az Index, mint Magyarország egyik legolvasottabb portálja, mindig a tárgyilagosság, az objektív tudósítás látszata mögé bújik, valójában egy balliberális propaganda gépezet része, amely ilyenkor, amikor van egy pártpolitikától teljesen független nemzeti kérdés, mint akár ennek a dalnak a közös éneklése, több tízezer magyar ember összetartozásának a gyönyörű megnyilvánulása, akkor neki bele kell rúgnia, vagy nekik bele kell rúgniuk a magyarságba. Gyurcsány Ferenc pártjának korábbi képviselőjelöltje lehet az egyik gyanúsított a Borkai Zsoltról nyilvánosságra került videó ügyében. Sajtóhírek szerint a korábbi DK-s jelölt zsarolhatta a felvétellel Borkai Zsoltot. Pócik József több szálon is kötődik a győri baloldalhoz, Gyurcsány Ferenccel is van közös fotója. A férfi egy interjúban elismerte, hogy elvitte a felvételt Borkai Zsoltnak, de cáfolja, hogy zsarolta volna a polgármestert. Az esetleges DK-s kötődés és a politikai háttér új szál lehet a győri botrányban. Én csak egyet tudok mondani, hogy köszönöm, Győr. Ezekkel a szavakkal búcsúzott november elején tisztségétől Győr polgármestere. Borkai Zsoltot hiába választották újra október 13-án. A politikusról a kampányban egy névtelen, magát az ördög ügyvédjeként emlegető szivároktató egy közvéleményt megbotránkoztató videót hozott nyilvánosságra. Bár Borkai Zsolt még a választás előtt videóüzenetben kért bocsánatot a történtekért, a Fidesz pedig később a pártból való kilépésre szólította fel. Az egykori olimpikon végül a városvezetői székből is felállt. A videóval egy időben közölt korrupciós vádakra azonban azóta sem került elő bizonyíték. A felvételt nyilvánosságra hozó blogger személyét pedig hetekig rejtély övezte. Most mégis úgy tűnik, kiderülhet ki ő. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda hétfőn zsarolás és más bűncselekmények gyanújával 7 embert állított elő. Köztük egy egykori válogatott focistát, Pócik Józsefet is. Sajtóhírek szerint ő lehet az a 8-szoros válogatott, aki hónapokkal az önkormányzati választás előtt megkereste a győri polgármestert, és felajánlotta neki, hogy a kompromittáló felvételeket bizonyos ellenszolgáltatás fejében átadja. Az üzletből azonban úgy tudni, semmi sem lett. Bár az egykori sportoló a 24.hu-nak tagadta, hogy megzsarolta volna Borkai Zsoltot, azt elismerte, hogy a felvételek miatt valóban találkozott a volt polgármesterrel. Közben sajtóhírek szerint Pócik József egykori csapattársa, a DK-s Glázer Tímea testvére is érintett lehet, vagyis azé a politikus nőé, aki végül októberben alul maradt Borkai Zsolttal szemben. Ráadásul Pócik József maga is a DK mellett köteleződött el. A sportolóból lett politikus a 2014-es önkormányzati választáson Gyurcsány Ferenc pártjának színeiben indult Győrben. Ezen a fotón Pócik József éppen Gyurcsány Ferenc mellett szerepel. Erős a Richter skála szerinti 6,1-es fokozatú földrengés volt Laosz és Thaiföld határtérségében. Áldozatokról és károkról egyelőre nem érkezett jelentés. A földmozgást a Thaifővárosban is érezni lehetett, ahol Ferenc pápa tegnap kezdte meg 3 napos hivatalos látogatását. Ferenc pápa helyi idő szerint szerda délben érkezett Thaiföldre. A katolikus egyházfőt a vendéglátókat megelőzve elsőként másodunokatestvére, Anna Rosa Sivori nővér üdvözölte a reptéren, aki több mint 50 éve misszionárius munkát végez Thaiföldön. A 77 éve szerzetes nő a 3 napos pápai vizit idején tolmácsolni fog. Az egyházfő látogatását Thaiföld korábbi nevén Siam első katolikus missziója megalapításának 350. évfordulójára időzítették. Ferenc pápa még sohasem járt a dél-kelet-ázsiai országban. Látogatásával szeretné megerősíteni a helyi katolikus közösséget. A 69 milliós többségében buddhista Thaiföldön mintegy 380 ezerre tehető a katolikusok száma. Több ezer hívő zászlókat lengetve fogadta Ferenc pápát a fővárosban. Sokan órákig várakoztak a vatikáni nagykövetség előtt, csak hogy láthassák az egyházfőt. Nagyon boldog vagyok, hogy láthattam integetni. Ez a keresztény lét egyik legnagyobb pillanata, mondta egy 54 éves asszony.
Ferenc pápa csütörtökön felkereste a 91 éves legfőbb buddhista pátriárkát. A találkozó célja a vallások közötti párbeszéd előmozdítása volt. A táj miniszterelnök a kormányház udvarán katonai tiszteletadással fogadta az egyházfőt, aki beszédében egyebek mellett nemzetközi összefogást sürgetett a nők és a gyerekek védelme érdekében. Napjaink asszonyai és gyerekei különösen kiszolgáltatottak. Ki vannak téve az erőszaknak, a kizsákmányolás minden formájának, a rabszolgasorsba taszításnak és más jellegű visszaéléseknek, mondta Ferenc pápa, valamint lépéseket sürgetett az emberkereskedelem ellen. Közben erős 6,1-es fokozatú földrengés volt Laos és Thaiföld határtérségében. Áldozatokról vagy károkról nem érkezett jelentés. A földmozgást a táj fővárosban, Bangkokban is érezni lehetett, ahol éppen Ferenc pápa látogatását készítették elő. Vörös riasztást adtak ki az ausztráliai Victoria államban a megállíthatatlanul terjedő bozott tüzek miatt. Az államban rekkenő hőség és orkán erejű szél tombol. A hatóságok szerint a lángok olyan gyorsan és kiszámíthatatlanul terjednek, hogy lehetetlen megfékezni. Valóságos lángtenger hömpölyög a termőföldeken Dél-Ausztrália államban. A rekkenő hőség és szárazság következtében gyorsan terjednek a bozott tüzek. A hatóságok hiába próbálják locsolókocsikkal és tűzoltó repülőgépekkel megfékezni azokat. Lakóházak és munkagépek égnek le, haszonállatok pusztulnak el. A gazdák pedig arra panaszkodnak, hogy a mindent ellepő füst miatt képtelenek megvédeni a birtokaikat. Mi viszonylag könnyen megúsztuk az egészet a többiekhez képest. Az egyik unokatestvérem háza leégett, egy másiknak pedig a hatalmas pajtája veszett oda, az összes gépével és felszerelésével együtt, mondta egy férfi. Az állam kormányzója arra figyelmeztetett, hogy bármikor újabb tüzek gyulladhatnak ki. Azt üzenem Dél-Ausztrália polgárainak, hogy készüljenek fel, tegyenek meg mindent, mert nagy az esélye annak, hogy újabb helyen lobbannak fel a tüzek, nyilatkozta Stephen Marshall. Már Ausztrália minden közigazgatási területén észleltek bozott tüzeket, és a forró időjárás miatt nehéz megállítani azokat. A szigetországban hivatalosan csak másfél hét múlva kezdődik a nyár, de az elmúlt napokat rekordmeleg jellemezte. Több városban is a valaha mért legmagasabb novemberi hőmérsékletet mérték. Victoria államban is rendkívül súlyos a helyzet. Hatalmas problémákat okoz a 40 fok feletti hőség és az orkán erejű szél. A hatóságok teljes tűzgyújtási tilalmat rendeltek el, és az évtized első vörös riasztását adták ki. Vagyis arra figyelmeztettek, hogy a fellobbanó tüzek olyan gyorsan és kiszámíthatatlanul terjedhetnek, hogy valószínűleg semmit sem tudnak tenni ellenük. Egy település lakóinak pedig azt tanácsolták, hogy otthonaikban próbálják átvészelni a lángok tombolását, mert már túl késő elmenekülniük. Ma van a Ne gyújts rá világnap, ebből az alkalomból arra kérik a dohányosokat, hogy legalább egy napig ne vegyenek kézbe cigarettát. Az egészségügyért felelős államtitkár arról beszélt, Magyarország komoly előrelépést tett a dohányzás visszaszorítása érdekében akkor, amikor betiltotta a cigarettázást, egyebek mellett a kávézókban és az éttermekben. Horváth Ildikó elmondta, miközben évente 30 ezeren halnak bele itthon ebbe a függőségbe, egyre több a dohányzó kamasz is. Ezért, mint fogalmazott, nem lehet elég korán és elégszer felhívni a figyelmet a dohányzás veszélyeire. Én nagyon bízom benne, hogy ez lesz egy nap, ez lesz az első nap, és ezt követi majd másik 364, aztán majd megint újra, meg újabb napok, egy olyan életben, amikor sikerült igent mondani az embernek az egészségére, egy hosszabb, jobb minőségű életre. A magyar történettudomány egyetértésre jutott abban, hogy 1919 tavaszán államcsíny történt, amelynek eredménye egy bolsevik terror képződmény lett. Ezt mondta az országgyűlés elnöke az 1919-ről szóló történettudományi konferencián. Kövér László hangsúlyozta, az eseményeket külföldről kiképzett és külföldről pénzelt terroristák irányították. Hozzátette, Magyarország 100 évvel ezelőtt egy felszámolási kísérlet tárgya volt. A népi bölcsesség szerint, ha tudni akarod az utat, akkor kérdezd, aki visszafelé jön. Mi magyarok jelenleg visszafelé tartunk azon az úton, amelyen 100 esztendővel ezelőtt pusztulásba akartak küldeni bennünket. Súlyos veszteségek, szenvedések és áldozatok árán, de erősebbeknek bizonyultunk, mint azon erők, amelyek le akartak törölni bennünket a térképről.
5 Pest megyei tankerületi központban 16 köznevelési intézmény bővül, illetve épül meg 60 milliárd forintból, jelentette be az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós azt mondta, a Nemzeti Köznevelési és Infrastruktúra Fejlesztési Program következő állomásaként 4 új iskola épül, emellett tantermekkel bővítenek meglévő iskolákat a Budapest környéki településeken. 60 milliárd forint összértékben 4 új iskolában 80 tantermet, és ezen túlmenően további 137 tantermet hoz létre a kormány. Ez 14 ezer gyermeket érint, a 21. század követelményeinek megfelelő infrastruktúrát szeretnénk kialakítani. Folyamatosan érkeznek a felajánlott tárgyak a közmédia Jónak lenni jó adománygyűjtő műsorába. Jean-Paul Belmondo francia színész 2016 után másodszor is csatlakozott a jótékonysági akcióhoz. Korábban a bőrdzsekijét, most pedig egy dedikált nyakkendőjét ajánlotta fel. A befolyt összeggel idén a koraszülött és a beteg csecsemőket szállító Péter Cserny alapítvány munkáját segítik. Eddig már csak nem 6 millió forint gyűlt össze. Megverte Skanderben, és egy bal egyenest is kiasztott Jean-Paul Belmondo a Jónak lenni jó szerkesztőjének Párizsban. Lenni. Jó. Lo. A francia színész 2016 után másodszor csatlakozik a közmédia adománygyűjtő műsorához. Korábban a bőrdzsekijét, most pedig a dedikált nyakkendőjét ajánlotta fel, amelyre licitálhatnak majd a nézők. Király Levente az M1-en elmondta, kedves és közvetlen embernek ismerte meg őt. Ezt igazából különböző rendezvényekre, eseményekre vette föl, tehát napjainkban hordta Belmondo ezt, és nagyon különleges érzés volt látni azt, hogy egy ilyen 86 éves ember, aki agyvérzést kapott, fél oldalra lebénult, jobb és bal kezét nem tudja használni, tolószékben ül, micsoda jókedvű ember, milyen boldog, és tényleg úgy jöttem el, hogy fájt az állkapcsom a nevetéstől. A Jónak lenni jó idén a Péter Cserny alapítványnak gyűjt. A koraszülötteket és a beteg csecsemőket szállító alapítvány 30 éve dolgozik azon, hogy azok a kicsik, akiknek életük első pillanataiban segítségkel, időben eljuthassanak abba a kórházba, ahol megfelelő ellátást kaphatnak. A kisbabák egy része nem ott születik, ahol korszerű intenzív kezelést tudnak biztosítani számukra, így fontos, hogy útközben is a lehető legjobb kezekben legyenek. A jótékonysági akcióban Jean-Paul Belmondo mellett idén is több ismert ember ajánlotta fel személyes tárgyait árverésre. Licitálni lehet például arra a labdára is, amelyikkel a Puskás Aréna nyitó mérkőzését játszották, és több magyar sportoló dedikált mezét is meg lehet venni. A további felajánlásokat a Jónak lenni jó kukac mtva.hu e-mail címre lehet elküldeni, vásárolni pedig a mediaclick.hu/jónaklennijó weboldalon lehet. Folyamatosan hívható az adományvonal is. Aki tárcsázza a 13600-at és a 04-es melléket, vagy a 13600-as számra elküldi a 04-es kódot, hívásonként és üzenetenként 500 forinttal támogathatja a koraszülöttek mentését és szállítását. Az adománygyűjtés december 15-én egy egész napos műsorfolyammal zárul, ahol a közmédia munkatársai fogadják majd a hívásokat.